Elfogadta az országgyűlés a családi és magáncsődről szóló törvényjavaslatot. A megszavazott jogszabály szerint azok a családok, akik három hónapnyi tartozáson túl vannak, valamint adósságuk meghaladja vagyonukat, de nem több ennek kétszeresénél, önkéntes alapon beléphetnek a programba. Először egy bíróságon kívüli eljárásban az adós és a hitelező megállapodik egymással, így az adós haladékot kap és csökken a törlesztő részlete. A bírósági felügyelet alatt, ugye, csődbiztost rendel ki a bíróság az adóshoz. Még egyszer szeretném aláhozni ez önkéntesen vállalt kötelezettség, és ilyen formán elindul egy eljárás, egy, amikor is a család vagyoni helyzetét is figyelembe véve megpróbálják konszolidálni a család helyzetét. A programban öt évig egy vagyonfelügyelő, azaz egy csőd felügyeli a család kiadásait és pénzügyeit, aki lehet szociális munkás, pénzügyi vagy családvédelmi szakember is. Kötelezheti az adóst, hogy akár a létfenntartáshoz nem szükséges, de értékes ingóságait eladja. A csődvédelem egyik kedvezménye, hogy a kilakoltatás nem veszélyezteti a családot. A család tudja teljesíteni a adósság szolgálatát, és megmenekül az otthona elvesztésétől, és ebbe pedig a banknak is segítséget kell nyújtani, mert az adósság egy részét, jelentős részét el fogja engedni a végén, amikor a törlesztő részleteket 5 év után befizeti a család. A deviza hitelesek megsegítésére nem ez az első lépés, az árfolyamgárd bevezetése és a bankok elszámoltatása után ez a törvény a harmadik lépésként szeptembertől lép hatályba.